Kapok egy Edda CD-t, képzék, most mutatta Pataki Attila. Jó reggel, szia! Én azon töpregek, hogy hogy lettetek ti 40 évesek, amikor 5 évvel ezelőtt 30 évesek voltatok? Ez hogy van? Ez nagyon egyszerű, a menedzsmentek mindig próbálnak kitalálni dolgokat, és időnként az információk ellen is mennek, mert ugye hát a marketing úgy kívánja. Hát nagyon egyszerű a számítás. 1974. januárjában mentem ki a Műszaki Egyetemre, ott volt egy próbaéneklés, a katonának elvitték ottani egyetemi zenekar énekesét, én kimentem a 12 túros fámuszommal, meghallgattak, győztem, 4 vagy 5 hónap múlva én voltam már a zenekarvezető. Én 1974-től számítom a létezésem. Aha, tehát akkor így lett ez igazán 40. Igen, pontosan így van. A régiekre mennyire emlékszel jó szívvel? És itt a Zselenctől kezdve a Barta Alfonzig rengeteg mindenkit lehet mondani, akiket az ős eddások, azok, akik hajdanában az első eddát imádták, azok mind a mai napig emlegetnek. Neked mennyire vannak jelen a szívedben? Hát én szerencsés vagyok, mert édesanyám azon lelki részét örököltem, ami arra ösztönzött mindig, hogy én a múltból szerencsés vagyok, csak a szépet őrzöm meg. Tehát van egy ilyen háló, egy szűrés, csak a szépet őrzöm meg. Tehát más Slamóra is úgy emlékszel, mint a életed legszebb korszakának egyikére? Hát el tudod képzelni, hogyha ő nem lett volna, akkor én itt ülhetnék? Alig. Hiszen az első ilyen nagy sikerek hozzáfűzőnek az ő dalait. Tehát minden mondom, ami érték és a múltból megőrizhető, azt megőrzöm, mert ezek apró téglák, és az nagyon-nagyon-nagyon téved, aki azt hiszi, hogy múltat vagy részeket kiseperhet az életéből, és az nincs, és majd tovább lépek saját árnyékomnak egy részén. Nem lehet. Mindent visz az ember magával hoz. Hát ez egy jó nagy adag, amit én is hozok magammal, de viszont tele van boldogsággal, szeretettel és szerelemmel. Rengeteg ember fordult meg ebben a zenekarban hajdanában. Te voltál nagyon erős egyéniség már akkor is? Tehát te voltál az, aki mellett nem bírták ki? Nem hiszem, voltak pontok, idők, amikor dolgokat meg kellett lépni. Az első, amikor egy zenei stílust kellett volna váltani, ami lehet, hogy azon az úton is mentünk volna, és eljutottunk volna valahova ott a legelején 3 év múlva, de én nem akartam, én ezt a fajta zenét akartam játszani. Itt bukott az első dolog, amikor ott a Bakancsos Eddával. Aztán persze volt egy jó pár év, de akkor már Gömöri Zsolt mellettem volt, mert ő 30 éve van velem. És a szerzőtársam, és akkor ő már 83-84-től velem volt, és ott volt még egy fluktuáció, amíg megtaláltuk a 3 társat, aki velünk van, de hát gondold el, azért a dobosom, aki most velem van, ő 20. éve van velem, és ő a legfiatalabb a csapatban ilyen szempontból. Igen, tehát beállt a dolog, és Kiskola Szép az egyik sajtótájékoztatón humorosan kérdezte az újságíró, hogy miért ilyen visszafogott. Én még csak 25 éve vagyok itt, nekem még óvatosan figyelnem kell, hogy mit mondok. Én emlékszem egyszer, ez nagyon régi történet, ez egy olyan, nem is mondom már szinte, majdnem 30 éves, de azért mondom. Voltam nálad ott lakásodon interjút készíteni, a 6. kerületben. Nagyon azt régen volt. Az jó régen. És máig emlékszem, hogy mentem fel hozzátok a lépcsőn, és amerre csak néztem, de már kinn az utcán tele volt Edda, Pataki, Szeretlek Attila, tehát tele volt firkálva minden mindennel. Örült neki a házmester. Biztos örült neki a házmester. Ez van még? Tehát ez a fajta rajongás, ez jelen van még a rock világban? Másfajta sokkal összetettem már, hiszen jó néhány korosztály az, akivel együtt közösen 80 óta megértük az Edda zenét, és éljük ma is. Talán kicsit intimebb már, tehát nincs ez az ennyire közvetlen, de hát én másképp is élem már az életem, szóval hogy én élek, amikor megkezdik, hogy én hogy tudok így élni, ahogy élek itt a fronton kint, nekem ez olyan, mint ásnak a magasság, tehát természetes. Ezért nekem teljesen természetes, hogy egy boltba oda jönnek hozzám, itt ottam ott báró, hello Ati, mi van, hogy van. Szereted is még? Igen, érdekes, látod, azt hittem, hogy az idő ezt meg fogja csonkítani, tudod, a csillószörőket egy kicsit le, és már nem lesz annyira fontos. A fene se tudja, hogy van ez, de még fontosabb, mint valaha. Fontosabb, mint valaha, szóval a szeretet, a visszajelzések, a siker, elhoztam neked a 32-et, rá is írtam. Köszönöm. Ide jutni az nem volt könnyű, abba belefeketettem. 32, ez borzasztó sok, ez nagyon kemény. Igen, és már is aranyom ez, úgyhogy 32 arany, 4 patin, a 2 gyémánt együtt adott a sors, de hát még előttem az élet fiatal. Meg 35 vagy 40 év, attól függ, hogy nézzük, legyen akkor 40. Azon töprengek, hogy te magad is rengeteg gírbe-gurbát tettél az életedbe. Tehát most, és nem a magánéleti ügyek, mert amivel tele volt a sajtó, azzal most itt nem is foglalkoznék, de amikor elmentél Magyar Nótát énekelni a
Lagzi Lajcsival, amivel egyébként semmi baj nem lenne, ha nem egy rocker nyomná. De viszont Bitang jól, azt ki ne hagyjuk. Lehet, hogy jól, tehát ezt én nem tudom megítélni. Érdekes, hogy David Bowie-nak soha nem vetették fel, hogy erre kanyarult arra egyik nap így volt. Magyar notát David Bowie. Abba beletört volna nyelv, hát az valószínűleg. De azért volt rajta Taré, egyebek, minden, aztán nagyon korszerű, hát úriember volt. De aztán ezt visszamenőleg nem bánott? De azt nem biztos, hogy kellett volna. De hogy bánom, én voltam én. Akkor az voltam is. Az buli volt? Elég nagy. Elég nagy buli volt azért az nagy buli. És nekem természetes volt, hiszen én a szüleim a gyerekkoromban vittek magukkal már 9 éves koromban, és ott botlatoztam a csokoládjárba, édesanyám üzembulin, és énekeltek mindent, és utána boroztak és nótáztak. És én megtanultam nagyon hamar. Hát, hogy Rancsi rá tudott venni, hogy ezt országvilág megtudja, az egy másik lépcsőfok. Igen. De semmit. Tudod, én mint Piaf, nem bánok semmit, semmit sem bánok. Ez mindenre igaz? Igen. Tudnék, ha engem keresel, hogy valaki engem keres, akkor tegye fel az egyes lemezt, és a 32-esig hallgass ennek, ha van rá idegzete és kedve, ott megtalálhatod, számon kérhet a magánéletembe. Esek kellett, mint bárki más, ne viccelje. Hol jól vagyok, hol rosszul, hol boldog vagyok, hol nem, hol sikerült, hol nem, hol tévedtem abban, amit mondtam, hol nem. Ez olyan, mint bárki más, egy ember vagyok semmi más, egy ember, aki keresi a boldogságot. Az, hogy a gyereked az előzenekarod. Az jó. Azért az azt gondolom nagy élmény. Az tényleg úgy van, hogy meghallgatod a zenekarát, hogy méltó-e arra, hogy az Edől fellépjen? Beton keményen. Egy későn éltük is, mint az édesapja, tehát nincs gond ebben. Megjelent... Most hány éves? 40. És most lett előzenekar? 4 éve, hát 4 éve már azért ez zajlik, ez már 4 éve zajlik, 35-36 éves korábban jött elő ebben, hogy... Mert addig arról volt, hogy utánat felmenni én azért, hogy cikkizzenek, de hogy... Szóval csak megjelent, hogy szeretném, és van egy zenekar. Mi van neked? Azért hallottam én ezt, de jött, érkezett, és elmondtam, hogy hány notát kell megtanulni, 8 notát megtanultak, bementünk délután 10-re, és mondtam, akkor tessék, kezdjetek a próbaterembe. Jó, hát akkor avval kezdjék, nem a kölyköd voltam, ahol kezdjétek. De hát a délután 10-kor nem érdekel. Most a kölyköd voltam, hogy tessék, és elénekel. Na, neki azt kell tudni, amit apának? Nem, a hangszínt az lenne az igazi, nem, az lenne az igazi, hogy teljesen más tudna csinálni, nem? Az majd az ő ügye. Egyelőre ebben a sodrásban jön velem, és én ettől boldog vagyok, és ő is. És ez a lényeg. Én nem akartam, hogy soha fellögdösni a színpadra, hogy egy boldogtalan kis apuka által fellögdös, hogy sztárocska legyen. Ő határozta el, a hangszín megvan, mondom, az nagyon lényeges. Aki a kölyköd voltam, az én hangszín nem el tudja énekelni, vagy jól. Abból bármi lehet, kilométer kell bele. Övé, azt nem lehet megvenni, odaadni, segítgetni lehet, de tudod, hogy mondtam, el kell menni a klubokba, és 2 méterről, mikor az arcot mondják, hogy na, nagy Patiki, nyomjad már, mit csinálsz, és akkor ott meg kell felelni. Ott nyomni kell, és meg kell felelni. Hogy vagy van, vagy nincs. Egyik kész. Ufó, vagy van, vagy nincs. Ezzel az nagyon sok embernél kiverted és kivered máig a biztosítékot, azt ugye tudod? Ugye, de azért belül, hogyha úgy most úgy átülhetnék mellé, nem lenne az asztal, és úgy egy pohárból lehet beszélgetni, akkor valószínűleg nem ezt kéne képviselned, de hát mindegy. De én, szóval... Figyelj, gyere ide mellém, hozz egy pohár bort, és megkérdezem, ezt a hülyeséget, ezt honnan szeded? Az előző beszélgetésünkben volt egy hülyeség, igen. Mert nem hiszem el. Paul Hellier Y-nal. Üsd be, Kanada volt védelmi minisztere. Ő csak egy autentikus személy még mindig. 4 évig vezette az amerikai hadsereget, jó, vagy védelmi sereget, aminek éppen mi a neve. Ő vezette, nézd meg, 9 percben, hogy mit mond. Csak 9 perc, nézd meg. Az nem Pataki Attila Kovács 2-3, Paul Hellier. Volt Kanada védelmi minisztere, hogy ők a magas szőkékkel álltak kapcsolatban, hogyan mindegyik nagyobb. Te kivel állsz kapcsolatban? Én most épp veled. Leírható ez? Hogy, én Orsikával állok most kapcsolatban, már 6. év állástának is. És ő nem ufó? Nem, de velem jön ezen az úton, széles nyitott mindenre, és nem hiszem, hogy ez nem állt, tehát ez tényleg olyan már, mintha arról beszélnénk, hogy szoktam ott mondani, hogy Egon, gömbölyű a föld, már nem lapos, gömbölyű. Ugye elképzelhetetlenek a tartó, hogy mi vagyunk az egyetlen civilizáció itt ebben, akcsak a naprendszernek ebben a részében, és a többiek meg úgy, hát nincs semmi, mi vagyunk, és hát, kész, a világ tudod, közepe. Lehet, hogy annyiból igazad van, hogy én ezt az úrra hagyom. Na, Edda. Én is. Lesz egy koncert. Azért igen. Azt egy mondat erejéig említsük meg, mert fontos. Igen, a 40. a születésnapi. Igen, április 11 és... ott lehetek, azt mondom magamról, hogy 40 éve a közönség szeretet által kitüntetett okénekes vagyok, és mellettem, mögöttem ott van Magyarország 4 legjobb rockzenésze. Akkor mondd meg őszintén, mi bajunk lehet? 12.500 embert várunk, ennyi vendéget várunk, meg is érkeznek, én úgy érzem, most már hallom és tudom. Ez az aréna. Igen, oda csavarunk, április 11-én egy rendeset, tényleg mi a próbába hiszünk a melóba, tehát nagyon becsületesen próbálunk rá, nem majd úgyis visszatudul meg lesz. Elképesztő látvány lesz, de a zene lesz a fontos mi, és nem a látvány. Tehát fordítva. Ennyi. És ahogy Piaf mondta, hogy ahogy idézted előbb, nem bánsz semmit sem. És én is a többit a teremtőre bízom. Ezt tudni.
ez a beszéd. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm neked. Kaptam egy CD-t, ezzel kezdtem, ez a vége.